Ja, szávasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, Tintánon. Én nemrég ébredtem, felképzel, de lehet látni még így a fejemben, hogy nincsen nagyon, nem vagyok nagyon magamnál. És nem tudom, hogy ti már voltatok vele úgy vagy nem, hogy felébredtek reggel, és valamit nagyon akartok csinálni. Képzeld el, én ma reggel itt voltam, nem tudom, hogy miért lett, hogy azért, mert kialudtam magamat, nem mentem dolgozni, de felébredtem, és nem tudom, hogy miért, de valamiért el kell kezdenem filmezni. Ugye gondoltam, hogy elkezdek ma filmezni, készítek egy videót, és volt egy ötletem. Képzeld el, ugye múltkor kérdeztem tőletek a videóban, hogy mit csináljunk ezzel a telefonnal, vagy ezzel az iPad-del, hogy kisorsoljuk, vagy ne sorsoljuk, és ugye többen mondtátok múltkor, hogy ne sorsoljuk, mert össze van egy kicsit törve, de gondoltam, hogy kisorsoljuk, és rettető sokan mondtátok, hogy nem vagyok, hogy össze van törve, sorsoljuk ki. Úgyhogy arra gondoltam, hogy nem a mai videóban, de ki fogjuk sorsolni. A mai videóban nyereményjáték lesz, meg is mondom, hogy micsoda. Ha gondoljátok, ide a videó alá írjátok meg, már csak lerakom ezeket a dolgokat, hogy hogyan sorsoljuk ki az iPad-et vagy a telefont. Tehát, hogyha valaki nyer, akkor eldöntheti, hogy ezt a telefont akarja, vagy pedig ezt az iPad-et, ami egy kicsit ugye össze van törve, de rendesen működik. A telefon ugye le van zárva, tehát hálózat függő, de arra gondoltam, hogyha bekapcsolod, ugyanúgy lehet használni, tehát lehet rajta netezni, lehet rajta applikációkkal játszani, ugye Android megy rajta. Max telefonhívásokat ugye nem tudtok vele csinálni, úgyhogy... Vagy pedig ezt az iPad-et majd. Semmi más nem kell csinálni, hogyha részt szeretnél venni a nyereményjátékba, mint ide a videó alá írjátok meg, hogy hogyan sorsoljuk ki az iPad-et vagy a telefon. És akinek az ötletét kiválasztom majd, nyerhet, nem más, mit képzeled el, mutatom. Itt a fiókban, ahol van a számítógépem, nem más találtam, mint egy kulcstartót. Látod, egy ilyen vombatos kulcstartót, tehát gondoltam, hogy ezt kisorsoljuk. Tehát kettő darab nyereményjáték lesz. A mai videóban játék lesz, tehát játszani fogunk, és a szerencsés nyertes majd ezt nyerheti meg. Hogyha ezt meg szeretnéd nyerni, meg lehet, még valami mást is, majd meglepetésként van, hogy belerakok a csomagba. Nem az iPad-et, nem a telefont, hanem ezt, meg még valami mást, egy kis kulcstart. Ugye ilyeneket szoktam sorsolni néha régebben. Tehát, hogy ezt részt szeretnél venni a nyereményjátékba, és ezt meg szeretnéd nyerni, még valami kis apróságot, semmi más nem kell tenned, mint ide a videó alá megírni, hogy hogyan sorsoljuk ki az iPad-et, vagy a telefont majd jövő héten, vagy jövő hét után. Valakinek az ötletét majd ki fogom választani, ami szerintem jó ötlet. Semmi más nem kell csinálnod, mint fel, hogy legyél iratkozó ide a csatornára, és egy szeretést, egy lájkot nyomni erre a videóra. És akinek az ötletét kiválasztom, az megnyerti ezt a kulcstartót, meg mellé majd valami kis apróságot. Meg legyen szerintem meglepetés. Valószínűleg, hogy jövő héten fogunk, nem, a hétvégén, szombaton fogunk ezt ki fogjuk sorsolni. Az iPad-et, meg a telefont valószínű, hogy egy vagy két hét múlva majd. Úgyhogy én most nem más csinálok, mint elkészülődök, ugyanis el kell menni, képzeld el, a boltba. Kell venni egy ilyen átalakítót a kamerához és a számítógéphez, ugyanis a számítógépen látod, ilyen a bemenet, a kamerán pedig USB a bemenet, és kell venni egy ilyen átalakítót hozzá, van egy ilyen átalakítom, de a Lucas elvitte magával, ugyanis ott van a szüleimnél, és nem tudom feltölteni. A tegnapi videót, amit most már valószínűleg láttatok, na mire, el kell menni, és kell venni ilyen átalakítót, hogy meg tudjam szerkeszteni a tegnapi videót, mikor elmentünk ugye a tengerpartra sétálni. Ez a fiús nap volt. El kell menni megmosni az autót, el kell menni megmosni most a fejemet, meg el kell menni majd boltba. Na, nem tudom, hogy miért, de én felébredtem, és valami rájött, hogy filmeznem kell. Nem tudom, hogy miért, nagy ritkán vagyok így, hogy valamikor felébredek, és valamit kell csinálnom, el kell menni hajózni, el kell menni filmezni, tengerpartra, nem tudom, voltatok így már így, vagy nem. Lehet, hogy csak én vagyok néha így vele, de néha felébredek, és valamit kell csinálni. Lehet, hogy azért megkialudtam magamat, ahogy mondtam, és nem kell menni dolgozni. Na minden! Úgyhogy, ha lényeg, hogyha részt szeretném lenni a nyereményjátékba, ide írd meg a videó alá, hogy szerinted hogyan sorsoljuk ki majd az iPad-et, és... vagy azt a telefont, ugye. Azért gondoltam, hogy lehet választani, hát ha valakinek nem tetszik az iPad, mert össze van tőle, hogy mindig ott a telefon, ugyanúgy lehet használni, mint az iPad-et. Úgyhogy szerintem jó ötlet, legalábbis remélem, hogy jó ötlet. Na mi? Én most lezuhanyzom magamat, és elindulunk, veszünk egy átalakítót, hogy meg tudjam szerkeszteni a tegnapi videót. Hogyha már láttátok, akkor sikerült, hogy azt vásárolom, hogyha nem, akkor nem sikerült. Már biztos, hogy sikerült. Ami levágtam majd a múltkor, látod? Na, úgyhogy zuhanyozzunk. Végeztem. Gyorsan lezuhanyoztam. Kicsit felfrissültem, reggelent ilyenkor mindig olyan alig lalatok, meg
Na igen, amúgy akartam nektek mutatni, ezt a borotvát vásároltam múltkor ilyen Philips, és ez volt szinte a legolcsóbb borotva, amit vettem. Nem amit vettem, amit lehetett venni. Úgyis nem akartam nagyon drágát vásárolni, aztán rájöttem, hogy miért volt olcsó. Azért, mert képzeld el, hogyha beindítod, vagy kikapcsolod, a legtöbb borotva mutatja itt, hogy ugye meddig van töltve, meg meddig nincs, és ez nem mutatja, fogalmam nincs, hogy mikor merül le. Azon gondolkodtam, nem, hogy véletlen borotválkozok, félúton lemerül, megáll, és akkor itt leleszek borotfálva, itt meg nem. Na mindegy. Erre nem is gondolt, hogy a borotfa ugye nem mutatja. Régebben szerintem még az olcsó változata is szokta mutatni, nem sem úgy emlékszek. Aztán lehet, hogy nem. Na mindegy, amúgy meg vagyok fele elégedve, ugyanúgy tud vágni, mint a legdrágább változat. Ugyanúgy három fej van rajta, tehát azért nem akart olyan túl sokat ugye rá költeni. Na mindegy, csak gondoltam, hogy megmutatom nektek. Amúgy nem tudom, hogy melyik volt a legjobb borotva, mert volt a Philips, meg van a másik fajta márka, nekem mindig Philipsen volt. Azért vásároltam ezt, bár lehet, hogy van ennél jobb fajta. Na mindjárt, csak gondoltam, megosztam veletek. Na menjünk kifele, lekapcsoljuk a villanyt, elkészítjük a Davis, és megyünk, ha vásárolunk egy ilyen átlakítót, amíg a kulcstartót látod, innen beteszem a fiókba, nehogy véletlen a Davis elvigye magával, és eljátsz, aztán nem találjuk meg, és nem fogunk tudni mit kisorsolni. Na, mivel játszok, kukimuki? Ja, videót nézünk. Na, gyorsan felvesszük a ruhát, nézd, itt van a... minek hívják atlétának. Aztán a hosszú nadrág. Amúgy még hideg van, nyuszi. Főleg a reggelente rettentő hideg van, de lassan jön a tavasz, most már nem sokára. Még hány hónapig, egy másfél hónap körülbelül, nem? És jön a meleg, mehetünk megint majd ugye hajózni, csak kell találnom egy hajót vagy egy csónakot. Ugyanis a múltkor néztem egyet, és mire ezt eladtam, ugye itt volt a garázsban, addigra eladták azt a másikat is, pedig az rettentő szép volt, azt meg akartam volna tartani. Ilyen fa hajó volt, amit meg kellett volna csinálni, lefesteni, és rettentő szép, ilyen régi stílusú lett volna, de közben eladták. Na minden, úgyhogy öltözünk, Kuki? Nyuszi! Készen van a Superman is. Úgyhogy most el fogunk indulni. Hova megyünk? Megyünk a boltba. Aztán elmegyünk autót mosni, rendben van? Ki akarja mosni az autót? Mit csinálsz? Ne hülyeskedjél! Aztán az évünk és kis kell porszívózni, ugyanis nem porszívoztam ki az autót most már több mint egy hónapja. Általában havonta egyszer legalább ugye megtakarítom, amúgy régebben megszoktam képzelni, minden héten kívül belül megmosni, mármint belül csak kiporszívózni, nem bemosni. Ahogy a YouTube-on láttam ilyen videókat, hogy valaki magas a másikból kinyomosta az autónak a belsejét, nem is egy ember, rettentő sokan. Te, én azt nem tudom, hogyan csinálták, hogy miért. Mi? Na, húzom a szemegemet, ezt a videó szemeget, hogy tudjak filmezni, ugyanis, hogyha megyünk a boltba, meg autót, most ugye nem fog tudni filmezni, mert a Davis vagy rajtam van, vagy tartom azt a pisztolyt és mostom az autót. Aztán mit csinálunk? Aztán megyünk, mi? Na, készen vagyunk. Látod, olyan nagy az autó, hogy a garázspici, hogy alig férünk el mellette, de az autó is alig fér be, látod, a garázsba. Aha, de vicces. Üljél be. Na most miért van rajta a háti táska? Ha? Jó, de nem fogsz úgy beférni. Na, azt mondja, előbb elmegyünk megmosni az autót, ugyanis a bolt még csak most fog majd kinyitni. Egy 5 perc múlva, 10-30-kor, ne, 10 perc már nyitva, na mindegy. Kiférünk, nagy a tükröt, véletlenül levigyük. Megvárjuk a feleséget, hogy bezárja a kaput, a garázsajtót mögöttünk. És elmegyünk. És megérkeztünk ide az automosóba. Elég sokan mossák az autót, én azt hiszem. Azt hiszem várnunk kell. Na, melyik mögé állunk? A Ford mögé, vagy a Holden mögé? Én azt hiszem, hogy a Ford mögé állok. Ford. Nekünk is Fordunk van. XR6. Ez olyan, mint a miénk, csak a régi változat, és ez nem turbós, hanem csak a sima. Na, megyünk, vagy nem megyünk? Mire várunk? A másik autóra, hogy kiforduljon. Gyorsan lemossuk. Azért itt mossuk, általában otthon szoktam mosni, mert ez ilyen gyors mosás lesz. Aztán majd legközelebb otthon szépen lemossam, kulcsolódik, kivesszük.
és végeztünk az automosással, megjöttünk ide a bevásárlóba. Hia! Ja, itt vagyunk, via, hia! Úgyhogy most gyorsan elmegyünk, és megnézzük ezt az átlakítót, hogy még ugye ma fel tudjam tölteni a tegnapi videót, amit ti most már láttatok. Ha lehet, egy kicsit később is, de remélem, hogy sikerült ugye feltöltenem. De rettentő sokan vannak, nem tudom, hogy ma mi van. Vasárnap, bár itt mindig sokan vannak. Ide befordulunk, hát ha lesz itt való hely. Na nézd, ezek az emberek már végeztek. Elmennek előlem, akkor nem vittem előket. És itt megállunk. Jó messze mindenkitől. Bármire visszajövünk, szerintem itt is lesznek autók tele. Ide beparkírozunk. Hoppá, úgyhogy menjünk, amit szép tiszta lett az autó. Csak nincsen letörölgetve, még vizes. Ezt a hazanyag majd szépen át nem törlöm, kiporszívozom. Hát, nyeszik el. Amúgy ma hideg van ma reggel, szokásosan egy kicsit hidegebb, ugyanis 15 fokat mutat az autó. Ja, 15 fok, ami oda akarsz egy kémes autóhoz menni. Megnézzük, ha nincs ott vagy senki, akkor be tudsz ülni, rendben. És megyünk utána tovább. Kicsit hidegebb van, megszokottam. Na, valaki pont elfoglalta. Dobálj be. Okay. Majd a visszafelé belejussz. Aztán, mi akartam mondani, de gyorsan elfutunk ezt, hogy egy átlagított számítógéphez. És végül vissza akart menni, nézem a játékokat. Hova? Oda? Majd visszafelé, jó? Szóval lehet, hogy bemegyünk abba az ausztrálos boltba. És a kurszartó mellé még valami ugye ajándékot mondtam, hogy küldök. Csak azt nem tudom lefilmezni, mert akkor nem lesz meglepetés, hogy mi jön még a kurszartó mellé. De ott van sarokba, mint az italos mögött. De oda majd bemegyünk visszafelé. Na, hol vannak azok az átalakítók? Ne? Valahol itt vagy hátul. Vagy a kameráknál, vagy az Apple dolgoknál. Ja. Na, ide bemegyünk, hátra. Na, hát itt vannak ilyen kábelek. De... Itt nincs. Nekünk nem ilyen kell. Na, azt hiszem, hogy megtaláltuk. Ez kell, én úgy gondolom. Van itt sokféle fajta. Hoppá! Na mindegy, azt mondja, hogy ezt elvisz fel, mi akkor max visszahozzuk, úgyhogy menjünk. Na nézzük a tokokat a telefonomhoz, olyat keresek, ami pénztárcás, hogy be tudjam rakni a kártyáimat. Hoppá! Nem tudom, talán ez, ami még úgy, ahogy tetszett, mert hogyha kinyitod. Látod? Akkor ugye belemegy a kártya, belemegy a jogsim, de meg a telefon. Csak... Nem tudom. Na mindegy, meg körben nézegetünk, amúgy 79 dollár ez. De belemegy a jogsit. Meg a kártyát. Mi? Ez irányító? Jó, sok szép irányító. Ilyen piros van nekünk is otthon, látod? Piros az mindig jobb, mert színes. Talán karácsonynak, mi? Mit szólsz hozzá? Vagy lehet, hogy születésnapodra? Oké. Új, te Street Fighter, te. Ez a 30. kiadás, 30 évre. Ez lehet, hogy nekem kéne születésnapomra, mi? 79 dollár. Na, megyünk tovább. Vettünk kábelt, remélem, hogy jól választottunk, vagy választottam, és úgy jönni fog. De mielőtt hazamegyünk kipróbálni, gyorsan bemegyünk, és a Davis akar valamit enni, nuggetot, azt mondta. Aztán megyünk haza ebédelni. Mit szólsz hozzá? Megszerkesztjük a videót, aztán kiporszózzuk az autót. Na, rendeljünk gyorsan. Ott a Happy Meal, mivel kérjük? Nugget. Hol a nugget? Ez a három nuggettel kérjük. Milyen szószal kérjük? Aztán mivel kérjük? Ilyen joghurttal kérjük, vagy pedig ilyen krumplival kérjük? Csipivel. Oké. Na gyere, bemegyünk ide be a kínai. Na, megtaláltuk a mamit. Mami nézi a teját. Pedig elmegyünk nézni valami mást.
Mit szólsz hozzá, hogy ide szoktam már úgy jönni ilyen különleges ételt vásárolni, ilyen kínai levest meg hasonló. Ja, fú, de itt olyan büdös van. Fú, de büdös van itt ezen a részen. Nézzünk valami érdekes ételt, aztán megpróbáljuk. Valamit. De minél beljebb jövünk, itt annál büdösebb lesz, komolyan mondom. Ja, fú. Nézd, kutya kolbász, vagy macska kolbász. Fú. Sok érdekes dolog. Na mindegy. Körbe nézzünk. Aha. Büdös, büdös, büdös. Ja, büdös a mama pie. Ah, nézd, mit találtunk. Én csak nem csak is valamit. Nem tudom. Aha. Megyünk. Mi van még itt? Kijöttünk innét a kínaiból, feleségem vesz valami teját. Megvárjuk, meg kifizeti. Amúgy itt egy ilyen zöldséges pont. És hát már itt egy kicsit olcsóbb. Ja, kicsit olcsóbb minden. Miről beszélsz? Nem tudom. Ó, nem tudod mi? Nézd, vinnye mennyi. $3 darabja. Ja, jó nagyok. Nem van most árazva. Általában, nem általában. Sokszor egy-két dollár kilója. Ja, a watermelon. Vinnye. Na, megyünk vissza fel az autóhoz. $3 a kis paradicsom. Mandarin $3 kilója. Banánnak $2 kilója. 2,50 a paprika egy ilyen zacskóval, $2.50. De $4, hogy kettőt vesz a abszolút paprika. $3. Banán $2, elég olcsó most. 99 cent ez a pineapple. Nézd, ott a másik dinnyének a kilója $2 volt. Lehet, hogy ez a rohadt dinnye volt, ami a fontos elején azonnal, ki tudja. Hozzáérkezünk, ahogy látjátok. Úgyhogy most nem más csinálok, mint kibontam ezt a kábelt, és megnézzük, hogy jó-e a számítógépezés, szerintem jó lesz hozzá. Úgyhogy el tudom kezdeni, megszerkeszteni a tegnapi videót, amit most már láttatok, és megpróbálom feltölteni, hogyha minden jól megy, ez pedig a hétfői videó. Ugye vasárnap van, csak általában egy nappal előbb készülnek a videók. Na már, addig lerakom le a kamerát. Itt ez a kábel. Ez nagyon jó becsomagolták, nem tudom, hogy miért. Sikerült, látod? Ilyet kellett vásárolnom. Ugyanis ebbe a számítógépbe, mutatom, ez a pici fele belemegy, hogyha belemegy, ide pedig az USB bemenet megy bele. És ezzel a laptopon ugye nincsen USB bemenet, hogy miért, nem tudom, az összes Apple-ből ugye most már kihagyják, de ez van hozzá. Na most nem jön ki belőle, figyeld, na de hihet bele, csak még úgy. És a régit, amit szoktam használni, a Lucas elvitte magával. Ő azért nem tudta megszerkeszteni a este a videót, utána jutott eszembe, amikor elvitte, de hogyan fog megszerkeszteni a videót este? Mindegy, az elég, hogy elmentem, vásároltam egy újat, úgyhogy most van a Lucasnek is egy ilyenje, meg nekem is. Úgyhogy én ezt a mai videót itt most befejezem. Gyorsan el kellene szerkeszteni, ahogy mondtam. Mi jövök? Milyen helyzet? Csak a Davis hív. Szóval ki fogom porszívózni az autót. Mi van? Mit csinálsz? Sok PlayStation, ez a... Mi, tudjátok melyik ez a játék, ez az Infinity, ez a Disney. 1, 2, 3, 4, ez még a Lucas-ja volt annak idén, aztán itt ez a Legos, ez nem is tudom, hogy hogyan működik. Mi a helyzet, mit csinálunk? Játszunk? Ja. Na, úgyhogy, ha részt szeretnétek venni a nyereményjátékban, még egyszer elmondom, hát valaki átpörgette a videót. Nem más lehet nyerni, mint egy kis kulcsartót, meg még majd egy valamit, egy... majd meglátjátok. Meglepetés lesz. Semmi más nem kell tennetek, mint fel kell, hogy legyetek iratkozva ugye ide a csatornára, hogyha még nem vagytok, egy lájkot, egy szeretést nyomni erre a videóra, és azt megírni, hogy a jövőben, egy pár hét múlva, hogyan sorsoljuk ki szerintetek az iPad-et, vagy azt a telefont. Valami ötletet, ugye, és nekem semmi, de semmi ötletem nincs, úgyhogy ide a videó alá írjátok meg, hogyha részt szeretnétek venni a játékban. Úgyhogy mára ennyit. Igen. Ja, mindjárt, várjál! Mára ennyit, mindenkinek további szép napot, napot, reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!